Sziasztok, Henzsel Csaba vagyok. Ez egy Kimco Agility S125i típusú robogó. Van benne egy olyan felszereltség, ami egyáltalán nem nyerte el a tetszésemet. Tartsatok velem! Kezdem az elején a rövid számadatokkal, nem lesz hosszú. Egy henger, négy ütemű, hengerenként négy szelepes, 125 köbcenti, ezt az előbb már talán mondtam, 10,5 lóerő, ez 6500-as fordulaton adja le, 9,4 Nm-es nyomatékát pedig szintén ugyanezen a fordulaton. Elől 100/80-as, hátul 120/80-as abroncsai vannak. Viszont elől, ha jól megnézzük, ez egy 16-szoros keréktárcsa. Baromi jó. Hátul pedig egy 14-es. Nagy robogókra érvényes méreteket jelölhetnek ezek az adatok. Az úthibákat játszik könnyedséggel képes kezelni a maga kategóriájában. Teleszkópjai elől-hátul egyszerűek, de mégis a nagy keréknek köszönhetően azt mondom, hogy ha sorozatos úthibák következnek, ha komolyabb úthibákkal, kátyukkal találja magát szembe, vagy egy jelentősen megsüllyedt csatornafedéllel, természetesen nem örül neki, kicsit zokon veszi, több úthibánál kicsit berázkódik, a váznak a merevsége végül is hozza a kategória átlagát hasonlóképpen, nagy gondot nem jelent neki, nagyon-nagyon nagy hibáknál, komolyabb vájuknál, vagy komolyabb dolgoknál azért lehet, hogy kicsit rá kell készülni. Elől, hátul tárcsafékkel szerelt. Elől 260 mm, hátul 240 mm-ez. Blokkolás gátlója nincs, kombinált féke viszont van. Azt jelenti, hogy ha jobboldali fékkart húzzuk, ami az első kerékre érvényes, akkor meglehetősen jól, szépen, határozottan áll meg. Ha viszont a hátsó fékkel lassítunk, akkor az kombinált fékről beszélünk, a hátsót használva az elsőt is használja. Az első alkalommal azt mondtam, hogy hűha, nagyon komoly fékhatást lehet vele elérni. Tényleg, kategória átlagán fölül nagyon jól teljesít. Az üzemanyag tartálya egyébként 7 literes, mutatom majd mindjárt. Az egésznek pedig a menetkész tömege így van feltüntetve gyári információk szerint 134 kg. De menjünk is akkor bele a részletekbe. Tizenhatszoros keréktárcsa, még egyszer mondom, nagyon jó. Egy másik modellel összehasonlítva, ugyanilyen kerékmérettel, nagyságrendekkel ezek jobban teljesítenek ezzel a kerékmérettel, mint egy kisebb robogó. Nem annyira fordulékony, de végül is nagy gond nincs, egy kétsávos úton némi rutinnal könnyedén meg tudunk fordulni. Gyönyörű szép a fényezése, kicsit matt színű az egész, 260 mm-es tárcsa, az előbb említettem, teleszkópok szépen működnek, ahogy mondtam, van egy pici fejidomunk, per pillanat középállványon van a robogó, 800 mm az ülésmagasság, mindjárt mutatom, hogy oldaltámaszon ez mit mutat, hogy ér le róla a lába. Ha teljesen be van tekerve a kormány végsúly a combomat éri.
lehet, hogy valakinek ez gondot, problémát okozhat, de nem vészes, tehát nem akad meg, legalábbis az én testmagasságommal ez. Két bokánkat össze tudjuk érinteni, a padló az teljesen sík, a váznak a merevsége mégis nem hagy semmi kívánnivalót maga után. Ahogy az előbb is említettem, több, vagy inkább sorozatos úthibáknál, komolyabb úthibáknál kicsit beremeg, ott már érezni azt, hogy műanyagok kicsit összeérnek, de kopogásnak, zajnak különösebb hangja nincs, leszámítva, mutatom majd, hogy a dobozt egy picit meg kell majd húzni, de ezt majd mutatom a forgalmazónak. Egy-két perces munka. Az ülésnek a kényelme egy jó közepes. Én menet közben nem találtam először a helyemet rajta, az ülésnek a csúcsán, hogy kevesebbet terpeszünk és jobban leérjen a lábunk, itt természetesen egy kicsit keskenyebb, hátul szélesebb. Az elején, az ülésnek az elejét én egy picit keménynek éreztem, hátul ez valamivel puhább, ott már igazán jó. Tehát végül is egy ilyen hasonló, ahogy most mutatom, egy hátra nyúlt, kicsit nyújtott kezes testhelyzetben lehet igazából vezetni kényelmesen. Ilyenkor egy picit előre kell dőlni a kormányhoz. Most ugye ez magasan van, alacsonyan van másik motorhoz képest, viszonyítás kérdése. Ha nézzünk egy olyat, hogy hátsó ülés, vagy az utasnak az ülése, egész kényelmesen ül, a top kéz, azt is mondom majd mindjárt, egyébként többet felszereltség, de nem lövöm le egyelőre a poént. A kapaszkodó az nagyon jó, nincs egy határozott pontja, ahol is az utas kényelmesen tudna kapaszkodni, de elől-hátul semmi gond, ez így rendben van. A lábtámasz, azt pedig mindjárt mutatom közelről. Per pillanat középállványom van, de az oldaltámasz is természetesen alapfelszereltség. Könnyű mozdulattal tudjuk lehúzni középállványról, viszont ha oldalszenderre állítjuk, akkor ez így könnyedén visszaugrik a helyére. Valószínűleg tartom, sőt szinte biztos, túl erős a rugója. Illetve nincs egy olyan határozott pont, mint más robogóknál, hogy ez így adott esetben megálljon. 10-ből 9-nél ez nem okoz máshol problémát. Budapesten a Nagykörösi úton 2024. szeptember elején a következő Kimco modelleket lehet megtekinteni, amik most pillanatilag készleten vannak. Super 8R, ez egy 50 köbcentis, tehát sima B kategóriás jogosítvánnyal is vezethető kis robogó, ami természetesen nem rendszámos, de nagyon vagány a színe. Egyszer. Méretosztályban a következő modell a Skytown. Ez már 125 köbcentis motorblokkal szerelt.
Nagyobb szélvédővel itt már 8,2 kW a teljesítménye, tehát közel 10 lóerő, vagy valamivel több, mint 10 lóerő, egy jóval komolyabb megjelenésű robogó. Következő modell az itt pillanatilag megtekinthető palettán, és maradunk a 125 köbcentis méretosztálynál, egy hengerről beszélünk, és itt már 12,9 kW a teljesítmény, tehát 15 lóerő, vagy talán valamivel több is. Négy ütemű, négy szelepes motorblokk, és egy igazán komoly megjelenésű robogó, ez az X-Town. És a kínálat, amit per pillanat ilyenkor szeptember végén meg lehet tekinteni, ebben a pillanatban, a Downtown, ha jól ejtem, ez itt már 350 köbcentis, itt már valamivel több mint 28 lóerő a teljesítmény, 30 Nm a nyomaték, 320 köbcentis maga a blokk. Kipörgésgátló kikapcsolható, és sok minden más tartalmaz. Kezdjük a körbejárást. Első kerék ez 16 szol átmérőjű. Azt hiszük, hogy az ABS-nek a jeladója, de valószínűleg a kilométer óra kapja innen a jelet. Léghűtéses. Ott fogja fel a kisebb kavicsokat, vagy szennyeződést. Adott esetben a vizet, csapadékot, 125. Tehát a hengerűrtartalmát mutatja. Mindjárt beindítom, és akkor meghallgatjuk a hangját is. Egy kulcsos rendszerről beszélünk, vagy a robogó átvételekor valószínűleg két ugyanolyan kulcsot kapunk. Van egy kisebb rakodónyílás, nem zárható, óvatosan kell vele bánni. Van egy akasztófül, van egy USB-A ajzatunk, vízzáró dugóval ellátva, van az üzemanyag betöltőnyílás, természetesen kulcsos. Erre természetesen figyelni kell, pontos visszazárására. Síkpadló, ahogy kell. A motor itt kapja a hűtést, ezeken a nyílásokon keresztül. Másik oldal természetesen ugyanez van. Van az oldaltámasz, amit mondjuk a lábunkkal így tudunk nyitni. Tehát a gombnak a megnyomásával. A motor vezetője, hogyha lábával hozzáér, ezt könnyen kinyithatja, a másik oldal természetesen pontosan ugyanígy működik. És az oldaltámasz, illetve a hátsó középtámasz. Majdnem elfelejtettem a műszerfalat megmutatni.
Beindítom. Pici türelmet, csak oda mind a két kezem kell. Egyikkel húzzuk, másikkal nyomjuk. És így kell életre. Picit rezeg, de hát ez végül is egyhengeresek. Ezeket így kell elfogadni. Világítást kapcsolunk annyi, hogy van egy fénykürt, és van egy távolsági fényünk. És ha be van indítva, így érdekes módon hallatszik most a visszajelzőnek, az irányjelző visszajelzőjének a kattogása. Itt elől ez hallható. Helyzetjelző lámpa, tompított fényszóró, a távolsági fény, és így van, így a tompított, így a távolsági fény, tehát az ott lent található meg. Ebből a kattanásból menet közben én legalábbis semmit nem hallottam. Márpedig a régi-régi Yamaha Aerox robogóm, azt használtam, vásároltam, amit használtam, azban szerettem, hogy egy visszajelző kis csipogó hangot adott, és tudtam, hogy ha kint hagytam az irányjelzőt, akkor figyelni kell rá, hogy ezt én lekapcsoljam. Irányjelző nagyon szépen pontosan működik. Kürt hang megvan, és az indító gomb. De a leállítása természetesen kulcsal működik, de mielőtt leállítanám, megnézzük hátul is az irányjelzője, hogy néz ki. Itt erre a kis karra van felszerelve, itt vannak a helyzetjelző lámpák, a prizma, és van egy rendszámtervvel a világításunk, de hogy nem. Megpróbálom úgy mutatni, hogy látszódjon. Ez egy halogénizzó. Minden más LED. LED-es világítótestek vannak. Érdekes módon a rendszámtábla világítása pedig még egy hagyományos halogénizó. Fent vannak a kontrollámpák, itt a műszerfal tetején monokrom kijelző, ott mutatja a fordulatszámot, pillanatnyi sebességet, van egy összesen megtett kilométer, van egy választó gombunk, napi kilométer számláló, és van egy töltésjelző, van egy üzemanyagszintjelző. Viszont, amit én eddig nem találtam rajta, mérföldre át tudjuk váltani, vagy kilométerre, és valószínűleg itt tudjuk majd nullázni is a napi kilométer számlálót. Én itt a akkumulátor töltés jelző helyére egy órát raktam volna. Én a szerencsésemnek találtam volna. Közelről láthatjuk a kapaszkodót. Egyszerű, jó a fogás rajta, nincs rajta egy határozott pont, ahol ez ezen kényelmesen meg tudna kapaszkodni az utasnak a keze. Agility S, a típus jelzése, itt nyílik a csomagtartója. És nyílik a tárolórekesz. Ide lehet apróságokat valószínűleg berakni. Nem túl nagy. Találunk egy hagyományos értelembe vett szivargyújtó ajzatot. Itt tudunk apróságokat elhelyezni. Itt van egy kezelési könyv, egy tájékoztató prospektus, és van a szerszámkészlet. Lehet, hogy valakinek fontos információ lehet, hogy milyen szerszámokkal van szerelve, alapesetben a jármű, 10-14-es villáskulcs, egy csavarhúzó, vagy ha úgy tetszik, gyertyakulcs. Ide be tudjuk rakni természetesen a csavarhúzót,
hogy erőkart tudjunk vele konstatálni, és van egy megfordítható fejű csavarhúzónk. Na most itt az előbb én próbálkoztam vele szünetben, ez itt valahogy jobban nem megy vissza a helyére. Tehát itt ennek alig van fogása, ennek a csavarhúzónak a működésére egy menet közben kíváncsi lennék, mert hogy nem tud rendesen megkapaszkodni, mint egy filléres barkácsáruházas csavarhúzó, valószínűleg azért, mert rövid a nyele, de ez így, ha így mutatom, remélem jól fog látszani, ez itt elmegy szinte a végéig, és körülbelül itt megáll. Tehát itt a horonyba nem megy bele ez a kis kiszögelés, és így ez nagyon könnyen elfordulhat. Ha itt tartunk, mivel hogy ez egy nagyon könnyű kis műanyagból van, így hát nem a sliccelt egyenes végével teszem vissza, nehogy kiszakítsa ezt a kis műanyagot, hanem a kereszthornyos felével, hogy kevesebb sérülést okozzon, vagy karcolódást adott esetben, és én ezt így teszem vissza ebbe a kis tasakba, gondosan, előrelátó módon, soha nem lehet tudni, hogy mikor lehet rá szükség. Na, sikerül? Úgy. Egyébként van ez a kis határolója. Ez itt így mozog. Mivel most nyitottam ki először, nekem is újdonság erejével hat a dolog, ez a kis határoló egy mozdulattal így áthelyezhető, és kisebb vagy nagyobb lehet a hátsó tároló rekesz. Itt gondolom biztosítéktábla vagy egyéb csatlakozók vannak. Az egésznek nincsen semmilyen teleszkópja, tehát saját súlyánál fogva áll meg. Erre majd adott esetben érdemes odafigyelni, és akkor, hogyha visszajövünk a kulcshoz, akkor megnézzük a topkészt. Ami egyébként, még eddig nem mondtam, ehhez a modellhez ilyen talán bevezető akcióban, de lehet, hogy később is így lesz. Ha jól emlékszem, 15 literes ez a kis topkész, tárolódoboz, az ajándékba jár a motorhoz. Elfordítjuk, kinyitjuk, és voilà! Benne van az én extrém méretű sisakom, tehát ez egész jól így belefér, és talán még belefér néhány apróság is. Tehát megfelelő méretűnek mondható. Ha valami nem fér el az ülés alatt, akkor ide ez könnyedén elrejthető kipufogó, egész jól néz ki, műanyag, tehát ez nem fog későbbiekben oxidálódni, ezzel nem is lesz semmi gond. Hátsó rugó előfeszítés állítható, motorblokkot láthatjuk, Valószínűleg tartom, mivel a Kimco-nak nem az első robogója ebben a méretosztályban, hogy ez már egy meglehetősen kipróbált konstrukció. Tehát úgy mondom, hogy nem egy új modell, nem küzdhet gyermekbetegségekkel. Egy-két apróságot azért mégis ki kell rajta javítani. Egész egyszerűen azért, hogy felhasználók azt mondhassák, hogy ez így rendben van. Durván egy 1 millió forintos vételárért széles a választék. 125-ös kategóriában jó néhány modellel lehet találkozni.
Vannak japán gyártók, vannak az európai modellek, azok egy kicsit talán néhány szempontból igényesebben vannak, anyagfelhasználásban, kidolgozottságban. Igazából nagy baj nincs vele. Az, hogy a könnyen hozzáérhet a lábunk és kiakadhat, vagy kimehet nyitott állásba, arra figyelni kell. Én biztos, hogy én esetemben, hogyha huzamosabb ideig használnám, vagy tulajdonom lenne egy ilyen robogó, az oldaltámaszt megjavítanám. Valószínűleg tennék bele egy olyan erősebb csipogót, vagy valami egyéb hangot, hogy az irányjelzőt én is halljam menet közben. Eddig nem hallottam. Igazából rendben van. A végsebessége, mert az, hogy nagyon szépen gyorsul lámpánál, egy nem kihegyezett szituációban több autót ott lehet hagyni piros lámpánál való elindulásnál, ez teljesen természetes. 80 km/h sebességig nagyon szépen megy. 90-nél már egy kicsit kapaszkodnia kell. A sebessége, amit én láttam, óra szerint 110, GPS szerint 100 km/h, úgy futja meg, hogy van benne egy kis lejtő, adott esetben hátszél. De egy átlagos súlyvezetőről beszélünk, mázsás körüli testsúllyal azt mondom, hogy a 90 km/h tényleges sebesség, ami reális lehet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis apróságot, mármint a filmet, erről a kis 125-ösről. Egyre jobban tetszik. Egyre inkább gondolkodok azon, hogy egy hasonló 125-ös, vagy hasonló kategóriás motor városban, jövés-menésre, rohangálásra, ilyen nyári, nagyon jó időben tökéletesen megfelel. Ha valakinek van egy nagyon jó ajánlata, akkor azt meghallgatom. Nem ígérek semmit. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a filmet, köszönöm szépen, hogyha feliratkoztok, ha lájkot nyomtok, ha megjegyzést írtok, amint tudok, rá válaszolok természetesen. Vigyázzatok magatokra, további jó utat. Sziasztok!